Összehívták csütörtök délutára a szenátus és a képviselőház együttes plénumát, hogy felolvassák a bizalmatlansági indítványt. Ludovik Orbán képviselőházi elnök ma ismét nyomatékosította az alkotmány előírásai értelmében az indítvány benyújtásától számított legtöbb öt napon belül fel kell azt olvasni a törvényhozói testületben. Csütörtökön 16 órára hívták össze a szenátus és a képviselőház együttes plénumát, a Románia egyetlen esélye a túlélésre a Kütszú kormány menesztése címet viselő bizalmatlansági indítvány felolvasására. A plénumot a két elnök Ánkád Rágú és Ludovi Orbán hívta össze, a parlament kétháza közös tevékenységeinek szabályzatára hivatkozva. De a plenul úgy döntöttem ma, hogy összehívom a szenátus elnökével közösen a parlament két házának együttes ülését. Megjegyzendő azonban, hogy az ülés napirendjét nem határoztuk meg, mert a szabályzat értelmében ez nem tartozik sem a Szenátus, sem pedig a képviselőház elnökének a hatáskörébe. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy ismét összehívjuk a házbizottságok összevont ülését, mert a szabályzat 15-ös számú cikkeje értelmében ez a testület kell megszabja a plénum napi Az összevont házbizottságot eddig négyszer hívták össze az indítványjal kapcsolatos parlamenti eljárás menetrendjének kijelölésére, a testület azonban létszámhiány miatt minden alkalommal határozott képtelen volt. Ludovik Orbán ugyanakkor felelősség teljes magatartásra szólította fel a pártok vezetőit, úgy fogalmazott, Románia gazdasági helyzetét is negatívan befolyásolja a kormányválság, amelynek a végére mielőbb pontot kellene tenni. Arra az újságírói kérdésre, hogy Florin Kücunak távoznia kellene -e a kormány éléről ahhoz, hogy lezáruljon a kormányválság, Ludovik Orbán azt mondta, ha ő lenne a kormányfő helyében a Nemzeti Liberális Párt érdekei fölé helyezni a románok érdekeit, utalva ezzel Kücu lemondásának szükségességére.